A Pécsi Egyházmegyében történő férfi találkozó elnevezésű rendezvény idén a férfiakat érintő sorskérdésekkel foglalkozik. A Magtár látogató központba bárki férfi elmehetett előzetes regisztráció után meghallgatni és orvoslást találni problémájára. Az induló évadban az emberi és isteni szót, a férfi lélek félelmeit és reményeit, kudarcait és sikereit vitatják meg. Mindezt az egyház és a nagyvilág szemszögéből vizsgálják. Akad olyan, akit a világban zajló események aggaszt. Amikor én erről tudomást szereztem, rögtön az jutott eszembe, hogy koromban valahogy a férfi az válságban van. És egy kicsit szorongatva érzem magamat a mostani világban, és válaszokat keresek, ezért jöttem én ide annak idején. Olyan érdeklődő is érkezett, aki a családi életében felmerülő férfi szerepet kívánja még jobbá tenni. Ezen a téren is komolyak a kihívások napjainkban. Arra gondolunk, hogy ugye a családi szerepek ugye megváltoztak az elmúlt időben, a nők nagyobb szerepet vállaltak a közösség, mind a közösségben, mind a munkahelyen, és így átalakul a családban is a családmodell. És hogy miként tud erre megfelelni egy férfi, hogyan tud a apaként az új kihívásokkal, új közösségi kihívásokkal szembenézni úgy, hogy megtartja a keresztény hívő szemben. Az egyházmegyében lévő kisközösségek egyes férfi tagjaival indult a férfi találkozó ötlete még tavaly. Felföldi László megyés püspök azt tapasztalta, hogy egyre többen keresik fel személyes problémáikkal, magánéletbeli lelki egészségbeli gondjaikkal. A püspök úgy gondolta, legjobb megoldás erre az egyházmegye területén lévő nagyobb településeken is megszervezni a férfi találkozót. A férfiak adták meg az igényét. Egy gondolat volt ez. Én régebben is természetesen foglalkoztam családcsoportokkal, férfiakkal, de az az érdeklődés, az az igény, amit én itt tapasztalok, most már a második évad elején, itt látjuk, hogy folyamatosan jönnek a fiúk, ez mutatja, hogy szükség van arra, hogy találkozzunk, komolyan beszélgessünk, együtt gondolkozzunk, és valami több, szebb, jobb szülessen meg az egészből. Várnak minden érdeklődőt felekezeti hovatartozástól függetlenül a Pécsi Egyházmegye honlapján való regisztrációt követően. A férfi találkozónak havonta Pécsen a Magtár látogató központ ad otthont.